are under arrest! Hello, sziasztok, Sirius vagyok, ez pedig nem más, mint a The Raven Legacy of a Master Thief, The Eye of the Sphinx GameStar online videó tesztje. Ez a hosszú cím nem abból ered, hogy az alkotók nem tudták máshol kielni költői vénájukat, hanem egy trilógia első epizódjáról van szó, amiben Anton Zakob Zellner zürichi rendőrt alakítjuk, aki a híres mestertolvaj a Holló nyomába ered, azonban véleménye szerint nem is őt üldözi, hanem csak egy imposztort. Ennek a KingArt Games által készített point and click kalandjátéknak a hangulata Agatha Christie bűnügyi regényeit idézi, azonban nem fű alatt teszi ezt, a készítők nyíltan felvállalták, hogy az ő munkássága előtt szeretnének tisztelegni. Ezt a vonalat annyira komolyan vették, hogy be is raktak egy karaktert, akinek az életpályája meglehetősen hasonlít az írónőjéhez. Kalandunk az Orient Expressen kezdődik, majd Velencében folytatódik, sőt egy tengerjáró hajóra is eljutunk, természetesen mindegyik helyszínen kifejezetten szépen megrajzolt, kidolgozott, részletgazdag és átgondolt hátterek előtt keresgethetjük a point and click rendszerre jellemző különböző kattintanivalókat. Abban az esetben, ha nem boldogulunk, adventure pontjaink beáldozásáért cserébe a játék megmutatja, hogy mely tárgyakra érdemes figyelni. Ha még ez sem lenne elegendő, további adventure pontokért cserébe tényleges tippeket is ad, hogy hogyan tudnánk tovább lépni. A játék készítői nagyon ügyeltek arra, hogy egyik fejtörőse essen nagyon messze a játék világától, valamint hogy mindegyikről el lehessen azért képzelni, hogy a valóságban is megtörténik. Ez természetesen sikerült is, azonban ebből még nem következik egyértelműen az, hogy mindegyik fejtörő jó lett a végére, ugyanis párnak a megvalósítását egy kicsit jobban át kellett volna gondolni. Összességében egy kifejezetten magával ragadó játékot kaptunk egy nagyon szerethető főhőssel, azonban az adventure pontok rendszere elég kidolgozatlan, ezen felül pedig ennek az epizódnak a végigjátszása olyan 3-3,5 óra volt, ami 3 epizóddal számolva sem adja ki a játék készítői által ígért összesen 20 órás játékidőt. Ennek köszönhetően nálunk 8 pontot kapott, de próbáljátok ki, nézzétek meg, és döntsétek el, hogy nektek mennyire tetszik. Ennyi lett volna mára, köszönöm a figyelmet! Sziasztok!